Dicsértessék be Jézus Krisztus! Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Jézus nagyon szeret benneteket. Amen. És Jézusnak csodálatos terve van benneteket. Azt tanultam a tanításról, hogyha nem tudjuk egy mondatba összefoglalni, amit el akarunk mondani egy órában, akkor inkább bele se kezdjünk. Én összefoglalom nektek egy mondatban, aztán pedig belekezdek. Ez az egy mondat pedig úgy hangzik, hogy az Úr keze most másként érint. Az Úr keze most másként érint. Ennyi a lényeg, és ebben nagyon most belefokozatosan. Nekünk van egy elképzelésünk arról, hogy hogyan érintsen meg az Úr, és ez az elképzelés lehet, hogy abból fakad, amit olvastunk a Bibliában, amit hallottunk tanításokból, vagy amit mi korábban tapasztaltunk. És szeretnénk, hogy legalább az a jó, ami eddig történt, az ismétlődjön meg. De mi van akkor, hogyha az Úr keze most másként érint? Ez egy Zsoltár részlet, a 77. Zsoltárból. A teljes rész így hangzik. Elfelejtette Isten a könyörületességét? Vagy haragjában visszatartja irgalmát? Így szóltam. Az az én bajom, hogy az Úr keze most másként érint. A szenvedésben jelenlévő Istent akarom nektek ma este bemutatni, nem csak azért, mert nagybőt van, hanem azért, mert ez a földi életünk tele van szenvedéssel. Nagyon nehéz az életünk. Majd a mennyország az könnyű lesz, de ez a földi élet nehéz. És ezt nem szabad letagadni. Mi keresztények nem olyanok vagyunk, akik bedugják a fejüket a mennyországba, és nem vesznek tudomást a földi életről. Ne legyetek keresztény struccok. A strucc, ha baj van, ilyet bedugja a fejét a földbe, de ne dugjátok be a fejeteket a jövőbe, a mennybe, hanem maradjatok a jelenben. Persze az, hogy a jelenben, a szenvedésben jelenlévő Istennel jelen tudjunk lenni, ahhoz azért kell egy hit is, hogy de milyen lesz az, amiért kitartunk? Milyen lesz az az állapot? Milyen lesz majd az az Isten? Hiszen azt látjuk, amikor az Úr kihívja a népét az egyiptomi rabszolgaságból, a kényszer munkából, az ostorok közül, akkor ezt egy ígérettel teszi. Nem azt mondja nekik, hogy gyertek, még rosszabb lesz, és a végén pedig magdaglatok. Azt mondja, hogy gyertek, jobb lesz, tejjel mézzel folyó földet kaptok, Kánaánt. Mi már ha azt a szót halljuk, hogy Kánaán, akkor rögtön azonosítjuk azzal, hogy ez az ígéret földje, az a boldogság hazája. Az új édenkert, az éden szó azt jelenti, hogy gyönyörűség. Tehát egy ígéret ad mond, hogy ez csodálatos lesz. És ahogy hallottuk az előbb Feritől, pici megjegyzést, hogy most még hitben járunk. Hát amit mi most itt csináltunk ebben az egy órában, hit által dicsértük a láthatatlan Istent. Persze valójában Isten nem láthatatlan, hanem mi vagyunk vakok. Ő nagyon is látható. Találkozol egy vak emberrel, és azt mondja neked, hogy bocsáss meg, te láthatatlan vagy. Te meg azt mondod, bocsáss meg, te vagy vak. Én nagyon is látható vagyok. Az a te problémád, hogy vak vagy.
amíg vakok vagyunk és nem látjuk Istent, addig folyamatosan a hit harcát vívjuk. És nem feltétlenül azt jelenti ez, hogy az ördög ellen vívjuk a hit harcát, hanem a hit harcát vívjuk azért, hogy higgyünk. És a hithez kell hit. Ahhoz, hogy higgy, ahhoz hinnod kell. Kell egy olyan lépés, mint amikor ott vagy a fotocellás ajtó előtt, 2 méterrel, ha nem lépsz egyet, az nem fog soha kinyílni. Legalább egyet lépnod kell felé, hogy az kinyíljon, és akkor ki fog nyílni. A hithez is hit kell. Tehát ahhoz, hogy mi most itt, ebben a nagyon nehéz földi életben kitartsunk, és nap mint nap küzdjünk, ahhoz újra és újra föl kell építeni a hitünket. Nem csak azért, mert csúnya, gonosz, rossz a világ, hanem azért, mert egy láthatatlan, számunkra láthatatlan Istent követünk. Jó dicsérni az Urat, meg van olyan, amikor nem jó dicsérni az Urat. Mert nincs hozzá se kedved, se erőd, se víziód. Ilyenkor hitből dicséred az Urat. De mi áll az majd az az ígéret? Erre szeretnék nektek egy kis rövid filmet mutatni. Mindösszesen 10 másodperc, úgyhogy lehet, hogy megnézzük egyszer-kétszer. Egy kisgyermek örül, újjong. Nem ez lesz, hanem a hercegnős függőn, tudod, a legelső 10 másodperc. Annyi rózsa lesz a mai este, hogy hihetetlen. Tudod, a rózsát terem. Igen, már is megjött. Még egy kis hangot, és nézzük meg még egyszer. Jó, köszönjük. Ez a kislány kibontva ezt az ajándékcsomagot karácsonykor újjong, meglátva a hercegnős függönyt, és szinte egyé válik azzal a függönnyel, magára emeli, eltűnik egy pillanatra mögötte, utána meg annyira ugrál, hogy szinte elesik vele együtt. Isten nem várja el tőled azt, hogy ugrálva újjon annak, amit még nem láttál. Ha bárki ezt mondja neked, az valami olyasmire akar téged kényszeríteni, ami nem igaz. Jézus, amikor kiküldte a tanítványokat azért, hogy üzzék ki az ördögöket, hogy tanítsanak, hogy igét hirdessenek, nem újjongott. Azt mondta, hogy menjetek. De amikor visszajöttek, a 72 tanítvány, amikor visszatért, akkor újjongott, ugrált, örömében, kitörő örömmel dicsérte az Atyát a Szentlélekben. Mert visszatérve az a 72 tanítvány, elmondták, hogy mennyi csodát tettek Jézus nevében. Kiűzték az ördögöket, meggyógyították a betegeket. Jézus nem újjongott az elején, amikor elküldte őket. Akkor újjongott, és ugrált, és szétvetette őt az öröm, amikor látta, hogy ez megtörtént. Jézus, amikor azt mondja, hogy örüljetek, akkor az nem azt jelenti, hogy neked úgy kéne örülnöd, mintha már látnád. Mert ez önbecsapás lenne. Higgy.
és amikor majd eljön és megtörténik, akkor magadtól fogsz így ugrálni és újongani, mint ez a kislány. Néhány évvel ezelőtt egy lelki gyakorlatra készültünk, Szent András evangelizációs iskola kurzusainál van egy olyan föltétel, elvárás, hogy legyen megfelelő számú résztvevő. Ja, ma ezt az imaestet szerintem Feri egyedül is megtartotta volna magának. Simán. Ha senki nem jön el, mag lett volna lehetőbb, nem legyen, hogy itt valami titkos összeesküvés történt, hogy tudatosan nem jöttek el még a szolgálók sem. De ma tudta volna tartani egyedül, mert tudott volna dicsőíteni, és talán még egy tanítást is elmondott volna az őket. Kurzusoknál azonban ez nem így van, ott van egy ilyen föltétel. Nem jött össze a határidő napjának röggelére a megfelelő számú 20 résztvevő, a kurzus igazgatótól engedélyt kértem, hogy adjon haladékot. Azt mondta reggel 8-kor nekem a telefonban, hogy talán 9 vagy 10 leadott jelentkezési lap van, ami már biztos. Persze még ebből is lehet, hogy lesznek, akik lemondják. De hát erre azért építhetünk, viszont még ez is kevés. Este 8-ig, ha nem lesz 20, akkor nem lesz kurzus. Én viszont nagyon akartam. Volt bennem egy erős sürgető késztetés. Mert hittem abban, hogy ez fontos. Van egy nagyon érdekes dolog, mielőtt tovább megyek a sztoriban, hogy a legfontosabb dolgok iránt nincs bennünk sürgető késztetés. A sürgős dolgok iránt, amik nem fontosak, az iránt van bennünk sürgető késztetés. A legfontosabb dolgokhoz magunkból kell felszítani a sürgető késztetést. És a legfontosabb dolog az az Isten imádása. És ő iránta felszítani magamban azt a sürgető késztetést, hogy őt imádjam, és hogy őt hirdessem, az rám van bízva. A sürgős dolgokat magunktól is akarjuk megcsinálni. Sürgős dolog egy betegség, a gyors meggyógyítani, sürgős dolog éhség, szomjúság, testi szükség, és arra magadtól rámozdulsz. De miért van az, hogy emberek évekig halogatják a szociális otthonban lévő nagyapjuk meglátogatását? Pedig az lenne a legfontosabb, hogy oda menjen és szeresse azt az elfeledett nagypapát. És mégse teszi meg. Pedig ez lenne a legfontosabb. Ma kéne magában teremteni a sürgető késztetést. Az evangelizáció és az Isten imádása ilyen. Ott voltam reggel 8-kor, azt mondtam, hogy este 8-ig haladékot kérek. Egész nap telefonálgattam, bevetettem magam. Este 8-kor fölhívtam a kurzusigazgatót, azt mondta, hogy 20 leadott jelentkezési lapban megtartjuk a kurzust. Ugráltam örömömben, úgy, mint ez a kislány. Akkor ugráltam örömömben. Röggel nem. Napközben nem. Mert a hit harcát vívtam. De amikor megtörtént, akkor ugráltam örömömben. Hogy ez megtörtént, ez megvan. A hátralévő napokban még 10 jelentkező lett, 30 jelentkező volt, és csak egy ember mondta le. Tehát valójában teljes mértékben átütő erővel ez a dolog megtörtént. Ha nem tartasz ki hitben, nem fogod meglátni az ugrást, amikor a tested elkezd ugrálni. Azt már nem kell akarnod. Azt akarnod kell, hogy higgy és imádkozz. De azt, hogy a végén újjongj és örülj, azt már nem kell akarnod. Ott már egy év fogsz válni az Istennel. Ez a hegy csúcsa. De odáig hosszú az út, és igazából erről szeretnék nektek ma mesélni, hogy az Úr keze most másként érint.
Felmutatom nektek Nagy Attila fényképét. Kettőt is hoztam belőle, talán több nincs is. Nagy Attila Baján született 1968. december 19-én. Én az édesanyját ismertem meg Pécs kertvárosi káplán koromban. Pécs kertvárosba 2011 évelején kerültem januártól, és minden hónap első péntekén mondtam az idős betegekhez, akik már nem tudtak eljönni a templomba misére, és mondtam őket megáldoztatni vagy gyóntatni. És az egyik ilyen beteg volt Cseh Katalin. Amikor mentem hozzá, és megláttam a névtáblát az ajtón, úgy a közös név már egy picit úgy összekötött, és érdekes dolog ez. Ilyen apróságokon múlik az, hogy valakit jobban szeressünk, mint másokat. Az első hónapokban, ugye havonta egyszer mondtam, nem mondta el nekem az életének a legfontosabb problémáját, de valamikor ott május környékén elmondta, hogy van neki egy beteg gyermeke, aki bolyban van, abban az intézményben, ahol ápolják, gondozzák, életben tartják a súlyosan testi, értelmi, fogyatékos személyeket. És elmondta nekem ez a Kati néni, az édesanyja, hogy neki volt egy álma. Egy csodálatos álma volt. Azt álmodta, hogy a mennyországból kapott egy üzenetet, hogy Jézus Krisztus oda ment a fiához, Attilához, fölemelte, meggyógyította, lábra állította, és elkezdett futni. Meggyógyította. Amikor meghallottam ezt az álmot, illetve még azt, hogy a Kati néni saját betegsége, meg egyéb bajai miatt nagyon ritkán tud eljutni a fiához, úgy valahogy megmozdult a szívem, és azt éreztem, hogy itt van, nyújtsd ki a kezed. Lépj e felé, a csoda felé. És a nyár folyamán, amikor először alkalmat adódott, valamikor talán júniusban el is mentem hozzá, döbbenetes látvány fogadott ott engem ebben az intézményben, de ebben most annyira részleteiben nem megyek bele. Kati néni elmondta nekem Attila történetét. Attila előtt már született egy másik gyermeke is, egy lány, aki teljesen egészséges volt, és mai napig is él. Amikor Attilával várandós volt, valamikor talán a várandóság 7.-8. hónapjában azt mondták az orvosok neki, hogy vakart a mélyében a magzat, el kell távolítani. Ő pedig mondta az orvosoknak, hogy biztos nem halt mag. Tudtok segíteni rosszul, szegény? Nem, nincs vagy segíteni. Egy üdvözlégy Máriát mondjam fel, jó? Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te vered, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen. Áldjon meg téged az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Jöjj, Szent Lélek. Visszatérve a történethez, mondta az édesanyja az orvosoknak, hogy de biztos nem halt maga magzat, mert érzi, hogy mozog.
Az orvosok erre azt mondták neki, hogy csak a beleit érzi, azok mozognak. Pedig mondta, hogy de hát már volt egy korábbi szülés, tudom, hogy ez mit jelent, tudom a különbséget. Ezt sokszor elmesélte nekem Peti néni ezt a történetet. Lényeg az, hogy gyakorlatilag erőszakkal, megfelelő injekciók, mérgek befecskendezésével elindították ezt a kényszer szülést, és megdöbbentek, amikor látták, hogy megszületett a gyermek, és él, és hívták vissza az orvost, óriási orvosi műhiba, és ennek köszönhetően vált súlyosan beteggé, soha életében nem szólt egy szót sem. Nem tudott járni, nem tudott általunk értelmezhető módon kommunikálni. Én hittem abban az álomban, hogy ő meg fog gyógyulni, és évekig jártam be hozzá, sőt, barátaimat is elvittem. Sokféle módon imádkoztam érte. Hittem Kati néni álmában. Egyszer csak kapok egy telefonhívást. 2014-ben volt, azt hiszem. Tehát azután, hogy elkezdtem látogatni Attilát, egy 2-3 évvel később, az édesanyja meghalt. Nagyon megdöbbentem ezen. Úgy fájt a szívem, hogy úgy kellett meghalnia, hogy egész életében nem láttam azt a csodát, amire talán várt, és hitt benne. De valahogy azt éreztem, hogy mivel a nővére sajnos nem nagyon járt hozzá a látogatóba, és az az igazság, hogy ma kérdeztem ott egyszer a nővéröket, hogy 10-ből 8 beteg gyerekhez, illetve gyerek, tehát fölnőnek, és így élnek 50-60 évig, vagy ameddig sikerül élniük, nem jár senki látogatóba. A családjuk lemond róluk, mintha kitagadná őket. Egyáltalán az csoda, hogy megszületnek. Úgy éreztem, mintha az édesanyja átadta volna nekem Attilát. És továbbra is jártam hozzá látogatóba. Volt olyan időszak, amikor minden hónapban egyszer, aztán volt olyan is, amikor eltelt fél év és nem voltam nála. 2016. augusztus 15-én elhunyt. Nem történt maga csoda. Az, amit én csodának véltem, vártam, hittem. És tudjátok, ilyenkor több verzió van az ember előtt, mindet nem tudhatom, de ugye az egyik az, hogy miért? Miért nem gyógyult már? Egyáltalán miért történt ez az ostoba orvosi műhiba? Egyébként talán ez egyik legszebb és legérdekesebb, legerősebb, legfontosabb pillanat az volt, amikor már évek óta oda jártam, és egyik alkalommal ott ültem, imádkoztam, és azt éreztem magamban belül egy ilyen hangot. Nem akarom most szegény ördögöt bántani, hogy biztos az ördög mondta. Én gondoltam, hogy ez nem is van, aki itt fekszik előttem. És képzeljétek el, abban a pillanatban rám mosolygott. Abban a pillanatban. Előtte én nem láttam ezt évekig, de akkor, mintha így pillanatra egy értelem fénye gyulladt volna fel benne, és rám mosolygott. És akkor ez úgy megütötte az egész lényemet, hogy ez a belső hang, ez az én félelmem, fájdalmam, ez nem igaz. Pont most rám mosolygott. Most már a mennyországban újjong Jézussal, az édesanyjával és az angyalokkal.
De én ezt nem látom most. Én nem tudok most ugrálni és ujjongani. Mert mi van akkor, hogyha nincs Magyarország? Meg nincs semmi. Mi van akkor, ha csak egy fehér fal van? És te vetíted oda a hitedet? Ezeket a kérdéseket fel kell tenni. Ahhoz, hogy át is törj rajta. Mert ha nem törsz át rajta, akkor az lesz az egyik verzió, hogy letagadod, és bemeséled magadnak azt, hogy nem fáj, hogy te már ezen túl vagy. A szenvedésben jelenlévő Isten Attila fogantatásától a haláláig mindvégig ott volt mellette. Ő mindig. Én csak ritkán, amikor eljutottam, oda látogatóban. De az Úr mindig ott volt vele. Azt hiszem, mindannyian elmondhatnánk őszintén az életünkben a saját csalódásainkat. Az persze a kérdés, hogy el tudnád őszintén mondani, vagy annyira fáj, hogy szembenézni se tudsz vele. Egyszer beszélgettem valakivel, aki elmondta, hogy milyen erőszakot élt át a saját családjában, de nem tud rá emlékezni. Csak tud róla, hogy megtörtént. Mert annyira fáj neki, hogy nem tud vele szembenézni. Ettől még fáj, ettől még belülről vérzik. Hosszú az út az Isten egy csúcsára. Hisszük, hogy Jézus leszállt a mennyből, Isten magtestesült, itt járt köztünk, testben, mindent átélt, amit mi, sőt, mindent még mélyebben átélt, mint mi. Aztán visszamegy Jézus a mennybe. Ott ül az Atyának trónján. Ezt hisszük, hogy ott ül az Atyának trónján. Emlékeztek-e arra, hogy amikor Szent István diakonust kővel dobálták, hogy halálra kövezzék, mi történt? István látta a megnyílt eget, és Jézus nem ült az Atya jobbján, hanem fölállt. Mert várta, hogy István jöjjön föl hozzá a mennybe. Az, hogy Jézus az Atya jobbján ül, az nem azt jelenti, hogy ő már túl van ezen a világon. Amikor látta az ő barátjának, szolgájának, Istvánnak a szenvedését, akkor fölállt a trónján, és úgy nézte a szenvedését, és István tekintete találkozott Jézus tekintetével. És azt mondta, hogy látom a fölséges Isten jobbján állni. Nem ülni, állni. Olyan, mint amikor a tékozló fiú apja rohant a fia elé. Íme nyitva látom az egeket, és az emberfiát állni Isten jobbja felől. Úgy hiszem, hogy amikor én Attila halálhírét kaptam, és fájt, és azóta is fáj, akkor az Úr nézte az én harcomat, és fölállt a trónjáról, és várja, hogy nézzek föl az ő tekintetére, ha bár csak a plafont látom fizikailag. De hitáltal építsem fel a hitomat. Senki nem fogja helyetted fölépíteni ma, most a te hitadat. Helyetted nem hihet senki. Még maga Jézus.
Imádkozhatunk érted, de neked kell lépned és hinnod. És holnap is, amikor nem leszünk ott melletted, és holnap után is, amikor meg senki nem lesz ott melletted. De Jézus veled szenvedi át a megtérésed fájdalmát. Mert az, hogy újra és újra higgy, az egy megtérés. És az a te fájdalmad. És szent ez a fájdalom, hogy kitarts. És az Úr nem ülve, malmozva szemléli, hogy veled mi történik, hanem föláll a trónjáról és nézi azt, amit ő is átélt, azt, amit ő is átmond. Természetesen tudjuk, hogy az életünk nem csak csalódásokkal van tele, hanem csodákkal is. Másik esetről most nem hoztam se fényképet, se videót, pedig tudtam volna, de valahogy úgy éreztem, hogy mivel nem beszéltem meg az illetőkkel, hogy indiszkrét lenne ez a részemről. Tavaly nyáron, valamikor augusztusban kaptam egy üzenetet Münchenből, egy fiatal doktornőtől, aki valaha korábban járt az én szentmiséimre, és ismert, és kérte, hogy imádkozzak a fiatal férjéért, német férjéért, mert kómában fekszik, gyakorlatilag nem is tudom, 28-30 évesen, egy pár nap alatt leesett a lábáról, és élet-halál között szenvedett műtétek sora, és kérte, hogy imádkozzak érte. Hála Istennek nagyon sok imakérés jut el hozzám, de ez nem tudom, hogy van, be kell, hogy valljam, hogy nem mozdul meg a szívem minden imakérésre. Lehet, hogy az Úr nem rám bízza azt a kérést, hanem valaki másra. Ebben az esetben viszont megmozdult a szívem, rögtön visszaírtam, imádkozok, szentmisét fogok felajánlani. És elkezdődött egy nagyon gyors, nagyon látványos gyógyulás. Most, amikor volt itt a 24 órás dicsőítés ebben a házban, egy hete vagy két hete, akkor itt voltak, teljesen meggyógyult, az orvosok azt mondták, hogy Wunderheilung, csodálatos gyógyulás. Úgyhogy azt mondták az orvosok, hogy ha egyáltalán túléli ezt a kómás állapotot, nem fog tudni beszélni és járni. És itt mosolygott, járt, beszélt, küldtek nekem fényképet, videót, hogy fut. Ilyen csodák is vannak. Vannak. Tehát az Úr nem csak azt mondja, hogy tarts ki a szenvedésben, hanem azt is mondja, hogy várj rám. Mert én bármikor tudhatok csodát. Isten minden nap tud újat kezdeni. Soha nem szabad röggel azt mondanod, hogy ez a nap is olyan, mint a tegnapi nap. Mert ez nem igaz. Isten minden nap tud újat kezdeni. Azt hiszem ez az imádságház a konferencia mottója, hogy nézd, én most valami újat alkotok. Újat. Minden nap. És az a csoda, ami veled majd holnap fog történni, azt az Úr ma készíti elő. Mert a hitel, mikor várnod? És igazából én nem azt mondom, hogy az a csoda, ami ott történt Münchenben, az az én érdemem. Inkább azt mondanám, hogy azt, hogy megmozdult a szívem és elkezdtem imádkozni, utólag ezt valahogy úgy elmagyarázta nekem az Úr, hogy ennek a csodának nekem, bennem milyen szerepet szánt. És olyan jó volt, hogy részese voltam a csodának, és az is, hogy adott nekem utólag egy magyarázatot. Képzeld el azt, hogy foci szerető, Feri, tegye fel a kezét, foci szerető, Tibi, néztünk egy derbédem, tehát na, vannak egy páran, oké? Okay? Világ legjobb focistája, aki persze szubjektíve, Messi, Ronaldo, vagy Griezmann, vagy Modric, azt mondja a világ legjobb focistája, hogy világ legjobb csapatából, Real Madrid, hogy figyelj, egy egész szezonra bérletet kapsz, eljöhetsz az összes meccsomra.
én fizetek neked Madridban egy lakást, albérletben. A repülőjegyet is kifizetem neked, hogy szombat délelőtt repülőre pattanj, este megnézd a meccset, vasárnap rögtön az repülj Budapestre. Két hetente egy hétvége Madridban. Mert ennyire gazdag, hogy ő ezt így megteheti. És barátod, és megteszi veled. Mi a te dolgod? Oda mész, nézed a szurkolók között a barátodat, a legjobb játékost, az ő meccseit, és szurkolsz. Ennyi a te dolgod. Nem az, hogy a pályán játszál és gólokat lőj, hanem az, hogy részese legyél annak, ami történik, érted. Tehát amikor az Úr meghívott engem arra, hogy meglássam azt, amit ő majd végbe fog vinni, akkor nem azért tette ezt, hogy én segítsek neki ebben, hanem azért, hogy vele együtt örüljek annak, amit ő megtesz. Ezért kellene úgy imádkoznunk mindig, amikor imádkozunk, mint Józsué. Hogy Uram, mit fogsz tenni te a te nagy nevedért? Ma mit fogsz tenni a te nagy nevedért? Ma röggel, így indulj neki, Uram, ma mit fogsz tenni a te nagy nevedért? Ma meg akarom látni ezt az újat. Nem akarom elhinni azt a hazugságot, hogy ez a nap is ugyanolyan, mint a többi, és tegnap, és nem lesz más, és csak kevés lesz, és szegénység, és nincs semmi. Ennek ellene kell mondani, ellene kell mondani. De ezzel együtt nem szabad letagadni a kudarcokat. És nem szabad magadra erőltetned egy olyan újongást, aminek még nem vagy a birtokában. Mert ezt nem várja el tőled Jézus. Hiszen lehet, hogy nem ezt fogja adni. Lehet, hogy nem azt fogja adni, hogy Attila föláll és meggyógyul, és ha én előre újongok, és ezt világá küldtölöm, akkor magamat csapom be, meg másokat is. De hittel várhatom, és az felelősségem és kötelességem is. Most a szenvedésben mi történik velünk? Annyira szép ez a Zsoltár részlet, hogy az Úr keze most másként érint. Ha az Úr az Úr, az azt jelenti, hogy ő az Úr. És ő dönti el, hogy ma hogy fog megérinteni. Úgy, hogy magsimogat, vagy úgy, hogy eltör. Mert azt is írja az igen, hogy boldog, akit az Úr magsebez, mert majd gyógyítani is fogja. Lukács evangéliuma. Tizedik fejezet, 25. verstől egy kis fényt kérek. Köszönöm. Az irgalmas szamaritán. Nagyon fontos történet. Figyeljétek magunkra. Ekkor fölállt egy törvénytudó, hogy próbára tegye, és így szólt. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő ezt válaszolta neki. Mi van írva a törvényben? Hogyan olvasod? Az így felelt. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, minden erődből és egész elmédből, vele barátodat pedig, mint önmagadat. Erre ő így szólt. Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. De az igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézust. De ki az én fele barátom? Jézus ekkor így kezdett beszélni. Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment, és rabló kezébe került. Azok kifosztották. Véresre verték. Majd félholtan ott hagyták, és eltávoztak. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, látta, de tovább ment. Hasonlóképpen egy levita is, amikor ahhoz a helyhez ért és látta őt,
elment mellette. Arra ment egy szamaritánus is. Amikor odaért hozzá és meglátta, megesett rajta a szíve. Odalépett hozzá, olajat és bort öntött a sebeire és bekötözte. Azután föltette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett 2 dinárt. Odaadta a fogadósnak és ezt mondta. Viselt gondját neki. És ha többet költenél, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül melyik lett a fele barátja annak, aki a rablók kezébe került? Az így fele. Az, aki irgalmasságot cselekedett vele. Jézus erre azt mondta neki, menj és te is hasonlóképpen cselekedjél. Ezt a történetet legtöbbször úgy értelmezzük, hogy mi legyünk azok, akik másokkal irgalmat cselekszenek. Lépten nyomon, kis cserkész, minden nap tesz egy jót legalább. Akkor ha nem, vakot átkísérj a másik oldalon, nem akarta. Azért már 5-en fogták a vakot, hogy átvigyék. De ennek a történetnek sokkal több íze, oldala, árnyalata van, mint az, hogy pusztán felszólít arra, hogy légy irgalmas másokkal. Mielőtt bejebb megyünk ebbe a történetbe, egy picit visszakanyarodnék oda, ahol a kislány újong, a beteljesült kívánságának az örömével. Ő boldog volt. Tiszta szívű volt ez a kislány. Meglátta azt, amire vágyott. És szinte annyira örült neki, hogy így magára húzta azt a hercegnős függönyt. Egyé akart vele válni. Talán egyé is vált vele. Ő is egy hercegnős függönnyé változott. A beteljesült öröm, az ima meghallgatás, hálájával dicsőíteni Istent, ez Istennek a legfontosabb, legnagyobb ajándéka, amikor egyé válunk vele. És odáig vezet egy hosszú út. És ez a hosszú út a szenvedés, amiben veled van az Úr. A végső állapotot, vagy hát arról egy hasonlatot láttunk ebben a kis 10 másodperces filmben, de nem láttuk azokat, akik ezt nem érték el. Arról nem szoktunk beszélni, hogy mi van azokkal, akik útközben kiszálltak. Egy barátom úgy döntött néhány évvel ezelőtt, hogy elhagyja azt a szolgálatot, amire az életét föltötte. Közületek többen ismerik, talán valaki gondolja is, hogy kire gondolok. És amikor imádkoztam érte évekkel ezelőtt, azt akartam, hogy az Úr mondjon nekem erre valamit. Hogy ne csak az legyen, hogy én hordozom ezt a fájdalmat, és imádkozok, és nem tudok vele mit kezdeni. Ez is nagyon fontos, hogy én azért olvastam fel most ezt az irgalmas szamaritánust, mert nekem ez egy nagyon fontos válasz most, ezt mindjárt ki fogom fejteni. Tehát, hogy amikor szenvedsz, akkor szólj az Úrhoz. Az a Zsoltár, amit hallottunk, hogy az Úr keze most másként érint. Abban a Zsoltárban néhány sorral korábban az van, hogy kiáltok az Úrhoz. Hangosan kiáltok az Úrhoz, hangosan kérem Istent, hogy figyeljen rám. Mert is így voltam, hogy kiáltottam az Úrhoz, hogy Uram, mondj-tél valamit erre az esetre. És hallottam az Úr hangját. Közben ezért a személyek mutattam be szentmisét. A szentmise közben szólt hozzám az Úr, és csak egy mondatot mondott. Azóta sem mondott mást ezzel a személlyel kapcsolatban, de ez az egy elég volt. Ennyit mondott. Ha tudnád, mennyit szenvedett, másképp néznél rá. Ha tudnád, mennyit szenvedett, másképp néznél rá. Most nézzük meg ezt a magvertámbart.
Mert ezen az úton átvezet a boldogsághoz, a tiszta szívűséghez egy lépcső sorozat fölfelé, szenvedéssel terel. Odáig, hogy hogyan láthatod meg Isten arcát, hiszen ez a kislány, a függöny, értitek? A kislány az te vagy, a függöny az maga az Isten, és meglátod, hogy beteljesült. Hiszen azért arcolunk, hogy majd meglássuk az Isten arcát. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent. Most még nem látjuk, csak hiszünk benne. Ott hagyták a rablók, kifosztották, vérösre verték, és eltávoztak. Félholtan ott hagyták. Kicsit gondoljuk át ezt. Ő egy zsidó férfi. Jeruzsálemből Nagy Jerikóba. Valószínűleg egyedül ment, a történetből azt tűnik ki. Megverték, kirabolták, kifosztották. Ott hagyták az út szélén, elvették mindenét. Annyira erőtlenné vált, hogy nem tud onnan elvánszorogni, de meghalni se tud. Ott van egy félholt állapotban, kifosztva, várva, hogy mi fog történni. Teljes mértékben mag van fosztva attól, a képességétől, hogy önmagán segítsen. Ezért nem igaz az a mondás, hogy segíts magadon, Isten is meg segít. Legalábbis minden esetben biztos nem igaz. Mert van olyan állapot, amikor nem tudsz magadon segíteni, annyira ki vagy fosztva. És aki ezt nem ismeri be, az hazudik. És ne higgyetek el olyan pszichológiát, vagy olyan bármilyen magyarázatot, ami azt mondja, hogy veled ez nem fog megtörténni, ez csak egyesökkel. Mindenki az élete során bizonyos értelemben olyan Attillává válik, az orvosi műiba áldozatává. Áldozattá válsz, amikor nem tudsz magadon segíteni. És teljesen ki vagy szolgáltatva, és ki vagy fosztva. Hogy ez hogy történt meg, vagy hogy fog meg történni a ti életedben, az egyéni körülmény, de a lényege ez. És jobb, hogyha hallod ezt a tanítást, mint ha nem hallod, és nem veszel róla tudomást. Látja, hogy jön egy zsidó testvére. Egy pap a ruhájáról észreveszi. Fölélek benne a remény. Ó, talán imádkozik. Ó, Uram, köszönöm. Tudtam, hogy bízhatok benned. Hát igen, Izrael Istene. Nincs más népnek ilyen Istene, mint nekünk. Itt vagyok meghalva, és pont egy papot küldesz nekem, aki rajtam segíteni fog. Föléled a remény, látja, hogy közeledik. Egyre nagyobb benne a remény. Lehet, hogy nem tud megszólalni, de nézi, látja, találkozik a tekintetük, és csak valami zavar, elfordítja a fejét, és majd tovább. Talán a félholtan már annyira kifosztva, annyira fájdalmaiban van, hogy utána se tud kiáltani, ki van száradva a nyelve, lehet, hogy már kesejük vannak mellette, harapdálják a lábát, és ez tudjátok, ez több, mint egy pofára esés. Megrendül a hite abban, hogy van vallási közösség. Hogy rajtam a hittestvérem fog segíteni, a közösségi társam, akire számítottam. És pont az nem. Tovább haldoklik, mert nem tud más csinálni, nem tud elvánszorogni onnan. Lehet, hogy már a fejében megfordul az, hogy öngyilkos lesz. Szeretne léhemperögni ott egy szikláról a szakadékba. De nem tud. Annyi ereje sincs, hogy megölje magát. És akkor meglát egy újabb alakot, aki jön felé. Az előző reményveszettség utáni kiózanodás miatt már nem tud annyira bízni, de azért mégis. Kétszer nem történhet meg velem ugyanaz. Jön egy levita, az én hittestvérem.
Ó, Uram, Izrael Istenem! És imádkozik. Ha nem is hangosan, de belül a lelkében. Uram, ugye csak most segíteni fogsz. Most már nincs benne akkora hit, mert a tapasztalat megrengette a hitét. De mégis ott a vágy, és ahogy közeledik, mondja magának, ő most más lesz. Ő most más lesz. Neki most másnak kell lennie. És találkozik a tekintetük. És nem. Körülség. És lehet, hogy utána küld egy átkot. Pusztulj el a vallásosságoddal együtt. Ha meggyógyulok, soha többé nem megyek közétek. És igaza lenne. Mert az irgalmatlanságra ez a válasz. És ez is meg van írva a Bibliában, hogy vigyázz, mert ha nem segíted meg a szegényt, az átka meghallgatása talál az Úrnál. Lehet, hogy magátkozta. Mint ahogyan a városainkból, falvainkból elhurcolt, igazságtalanul magadott emberek utolsó pillanatukban még visszanézve a városainkra és a házainkra azokat magátkozták, és igazuk volt. És Isten meghallgatta azokat az átkokat. Tovább haldoklik szegény szerencsétlen ember, most már bízni nem tud. Azt se tudja megakadályozni, hogy emberek jöjjenek arra, bár lehet, hogy már ezért imádkozik, hogy Uram, senki ne jöjjön erre. Legalább pusztuljak el egyedül úgy, hogy senki nem lát. Hogy nem kell többet hamisan reménykednem. Nem akarok többet hamisan reménykedni. És remélem, hogy amikor ezeket a szavakat kimondom, akkor érzitek, hogy ezek a mondatok belőletek jönnek, meg belőlem, belőlünk. Mert ezek a mi tapasztalataink. Jézus, amiről beszél, az az igazság. Mert ő az igazság. Ő azt mondja el, ami velünk történik. Bárcsak ne jönne senki. Inkább tűnnék el úgy, mint aki soha nem volt. Ilyen imák vannak a zsoltárokban. Ilyen imák vannak a Bibliában. Nézzük csak meg ezt a teljes zsoltárt. Lehet, hogy eszébe jutott ennek a szegény szerencsétlen embernek, és ezt a zsoltárt imádkozta. Teljes egészében. Hangos szóval az Úrhoz kiáltok, Istenhez kiáltok, és ő figyel rám. Keresem az Urat a szorongatás napján, egész éjjel felé tárom kezemet, és el nem lankadok. Talán eddig tartott az ima, addig, amíg az első pap nem jött, utána már így folytatódott. Lelkem nem tud megvigasztalódni. Istenre gondolok, és sóhajtozom. Róla elmélkedem, és mégis elcsügged a lelkem. Ezt az imát mondhatta volna ez a magvert, kifosztott ember. Volt már veled olyan, hogy Istenről elmélkedtél, és még rosszabbul lettél? Róla elmélkedem, és elcsügged a lelkem. Ezt mondja. Hát nem fordítva kéne lennie? Hogy amikor az örömteli Istenről elmélkedsz, akkor még te is örömteli leszel? Úgy tűnik, nem ilyen egyszerű az élet. Emlékezem a régi napokról, gondolkodom a rég letűnt esztendőkről. Egész éjjel elmélkedik a szívem. Lehet, hogy már napok óta ott volt. Extrém esetek vannak, van, amikor valaki hetekig be van szorulva valahova, vagy élve elásták, és három nap múlva halt meg. Ez van. Egész éjjel elmélkedik a szívem. Kutatok, és fülkészi a lelkem. Vajon mindörökre eltaszít az Úr? Sosem lesz már megbékélted? Vagy szeretete végleg elfogyott? És ígérete nem valósul meg soha. Könyörülni is elfelejt talán az Isten, és haragjában irgalmasságát szívébe zárja. Lehet, hogy ez az ember már úgy volt vele, amikor ezt az imát mondta ki, hogy igazából megérdemeltem én ezt. Én is egy bűnös ember vagyok, pokolra méltó. Igaza van Istennek, ő vert meg engem, ő küldte rám a rablókat, nekem el kell pusztulnom, ez az én sorsom itt. És ki tudja még mi mindent mondod.
és azt mondtam, onnét van sajgó sebem, hogy az Úr keze most másként éri. És itt jutunk el mondani valam lényegéhez, hogy ekkor, hogy az Úr keze most másként érint, egyszer csak meglát egy harmadik embert, aki jön felé, vajon ő még jobban összetöri a reményeit, vagy ki lesz ez, mit akar? És meglátja, hogy itt szamaritánus, az az ellenség, a tisztátalan eretnek, jobb lenne, ha kiirtották volna őket az évszázadok alatt, őseink évszázadok óta azért imádkoznak, hogy ez a bálványimádó szomszéd nép elpusztuljon, és pont ő jön erre. Hát csak azt ne. Hát minden csak azt ne. Egy eretnek, tisztátalan, szamaritánus idejön hozzám, megérint, fölemel, átölel és gondoskodik rólam. Még tisztátalanabbá tesz, mint amiben vagyok. Ezt nem csak úgy kell nézni, hogy ó, végre valaki segít rajtam. Ennek az embernek talán még volt annyi hite, hogy annyi önbecsülése, hogy legalább, ha tudta volna, visszautasítja ezt a segítséget, hogy rajtam ne segíts, hát elvaszod az én tisztaságomat. De mi van akkor, ha az Úr úgy dönt, hogy most másként érünk? Mert az van odaírva, hogy onnét van sajgó sebem, hogy az Úr keze most másként érint. És képzeljétek el, hogy innentől a Zsoltárban átfordul. Ez annyira szép. A hívő ember, amikor keserag, ha Istennek keserag, és nem a szomszédjának, hanem Istennek panaszkodik, akkor ez a panasz egyszer csak valahogy átfordul. Ebben van valami különleges misztérium, hogy ha kiöntöd szívből a fájdalmadat az Úrnak bizalommal, kegyetlen őszintességgel, az egyszer csak átfordul. Onnét van sajgó sebem, hogy az Úr keze most másként érint, hogy maga az Úr tört össze a rablók által, maga az Úr tört még tisztátalanabbá az ellenség által, a szamaritánus által. De, folytatódik, emlékezem az Úr nagy tetteiről, emlékezem kezdettől adott csodáiról, minden művedről elmélkedem, nagyszerű tetteidről gondolkodom, Isten szent a te utad. És elkezd a lelke emelkedni, elkezd egyre szabadabb lenni. Mert soha nem lehetsz annyira kifosztva, hogy ne tudnál hálát adni azért, hogy a kegyelem tart. A kegyelem tart. Mert a kifosztottság az csak az eseménynek az egyik oldala, hogy ki vagy fosztva. De annak a másik oldala pedig az, hogy most tartva vagy, mert már arra se vagy képes, hogy magadat tartsd. Akkor ki tart téged, ha eddig azt hitted, hogy te tartod magadat? Mert állandóan azt csináljuk, hogy csináljuk a dolgokat. De csak így a szükséges magasztalni az Urat, aki tart, aki hűségében tart mindig. Mert ő nem csak az életedet ajándékozta a kezdetén, és utána azt mondta, hogy most már harcolj magadért, és az lesz, amit elérsz, hanem ő folyamatosan mindvégig tart. Ez a kifosztottságnak a másik oldala, és erre szabad vagy. Szabad vagy arra, hogy abban higgy, aki magtart, ott is. Te vagy az Isten, aki csodákat tehet. Megismertetted hatalmadat a népek között, erős karral megváltottad népedet, Jákob és József fiai. Megláttak téged a vizek, Istenem, megláttak a vizek és megremegtek. A mély vizek megrendültek, a felhők ontották a vizet, a fellegek mennydörögtek, mert tüzes nyilaid cikáztak. Innentől kezdve ez az ember elkezd egy új értelmezést adni az eseményeknek. És tudjátok, Isten ránk bízott valamit, azt, hogy te adj értelmet az eseményeknek. Ha valaki ott áll mellette, azt mondaná, ó, ez csak egy villám természeti jelenség. Nem, ez nem csak egy villám természeti jelenség. Tüzes nyilaid cikázta. Azok az Úr tüzes nyilai. Mert minden az Úré. A levegő, a lélegzeted, a felhő. Minden az Úré.
és a teljes kiszolgáltatottságban a teljes kegyelemre hagyatkozás van. Ezért, amikor mindent elveszítesz, akkor jutsz oda, hogy mindent megnyerj. Ezért mondta Pál azt, hogy az élet számomra Krisztus, a halál pedig nyereség. Villámai bevillogták a földkerekséget. Mennydörgésed harci szekérként dübörgött. Megrengett és megreszketett a föld. Utad a tengeren át vezetett, ösvényed a nagy vizeken, de lábad nyomát nem láthatta senki. Vagyis nem rakhatjuk Isten zsebre. Nem vehetjük elő újra és újra, mint egy borgatót, amivel eloltjuk a tüzet, hanem ő az, aki most másként érint. Az Úr keze most másként érint, mert ő egy személy, és ő eldönti, hogy most mennydörgésben jön, vagy csöndben. Csontjaidat széttörve jön, vagy magsimogatva. És ha ő Úr, már pedig Úr, akkor neki hatalma van ezt eldönteni. De tudd, hogy mindig a kezében vagy. Népedet, mint nyájat úgy vezetted Mózes és Áron kezével. És mi az Úr válasza erre az imára? Aki így imádkozik, ezen átmondva. Ezt válaszként mondhatjuk, hogy egy másik idézet, egy 20. századi keresztény gondolkodótól. Köszönöm, Judit, hogy elküldted nekem ezt az idézetet. Bazilás Link, Darmstadti Mária nővér alapítója. Kétségtelen, hogy az Úr különös figyelmet fordít azokra az imádságokra, amelyeket a legmélyebb éjszakában emelünk hozzá, azzal az elszánással, hogy a reménység ellenére is reménykedünk. Azokra az imádságokra, amelyek az Isten érintette szívből fakadnak, amelyben többé nincs saját erő a hithez. Elértem erőm végéhez. Isten be akarta mutatni igazi természetemet, hogy végül nyomorultnak, de kegyelmet nyert bűnösnek lássam magam, akinek megbocsátott ő. Aki gazdagságát reárasztja a szegényre, és irgalmat gyakorol a szenvedőn. Hogyan láthatod meg Isten arcát, ha tiszta lesz a szíved? És amit most elmondtam, annak az a lényege, hogyha tév vagy a magvert kifosztott ember állapotában, akkor közel vagy ahhoz, hogy maglásd Isten arcát, ha olcsó vigasztalások árán nem menekülsz ki a saját szenvedéseidből, hanem maghívod a Szent Lelket. Valóban beengeded a sebedbe, és megengeded neki, hogy ott legyen veled. Csak a tiszta szívű ember lesz boldog. Csak a tiszta szívű ember látja meg Istent. De most egy pillanatra helyezkedjünk bele az irgalmas szamaritánus helyzetébe. Ő neki más az esete. Jön, egyébként gazdag, tehetős, ideje is van. Úgy tűnik, Isten az eretnek tisztátalan szemét is magádja. Hogy miért és hogyan, válasz, az Úr keze őt is másként érintett. Hogyan lesz tiszta a szíved akkor, hogyha te ebben az állapotban vagy itt most? Mert az a kérdés, hogy meg akarod-e látni Isten arcát? Isten arcát akkor fogod meglátni, ha tiszta lesz a szíved. Vagyis ha bemész a szenvedő emberek közé, ott maradsz, kitartasz velük. Mert a valósággal, a valódi szenvedéssel való kitartó szembenézés együttérzővé formál. Ez az érzés Isten tulajdonsága, ez tisztít ma. Vagyis ha te vagy az irgalmas szamaritánus, akit más tisztátalannak tart, akkor oda kell mennod a szenvedőhöz, és ott lenni vele. És az a jó ebben, még ha a szenvedés önmagában nem is jó, hogy te nézve a másik szenvedését, és ott maradsz szükségesen, rá vagy kényszerítve arra, hogy együtt érezz. Mert nem tudsz egyébként ott maradni. A szenvedők között nem lehet képmutatónak lenni. Bocsássalak meg, de itt az imádságban lehet képmutatónak lenni. A szenvedők között viszont nem.
Hogy vagy kitartóan a szenvedő emberek szenvedésében, az annyira valóságízű, hogy nem tudsz ott maradni, ha csak nem születik meg benned az Isten együttérzése. Nyilván ahhoz, hogy ez megszülessen, valahol kell az a kegyelem, amit viszont az imában nyújt át neked Isten. De ez elválaszthatatlan egymástól. Az, hogy irgalmas legyél a szenvedővel, és az, hogy a saját szenvedésedben önmagaddal, ez elválaszthatatlan az Isten imádásától. Onnét van sajgó sebem, hogy az Úr keze most másként érint. Köszönöm a figyelmeteket. Most a legvégén egy pár perces jelenetet fogunk megnézni világkívüli filmből, ahol Istennel beszélget egy ember. Kérlek benneteket, hogyha tényleg akarjátok közelről élvezni a színészek alakítását, maga szavait, akkor gyertek ide közelebb, mert oldalról nagyon rosszul fog látszódni. És fontos, hogy lássátok ennek minden részletét. Ebben azt hiszem össze van foglalva 3-4 percben az, amit én el akartam mondani. Áldjon meg benneteket az Úr, és vigye végbe benneteket, amit ő eltervezett. És érintsen az ő keze benneteket úgy, ahogy ő akarja. Amen. Amen. Van egy 2 percetek, átteszünk a másik laptopra, mert valószínűleg itt egy másodperc tőlem. Én nem tudom, sok perc.
alakulunk. Én könnyeket jutok. Hát persze. Örülök, hogy találkoztam. Mindjárt jövök. Szerejövök a kertbe. Vagy beszélgethetsz papával a konyhában. Te döntesz. Tudom, hogy nehéz elhinni, de... hamarosan rendbe jössz meg. Befejezem a munkám a fészerben. Ha akarsz, csatlakozhatsz. Rendben. Ismerős az illat. Mágré. Édesanyád parfümje. Sokkal jobban szeretett, mint hiszed. Meghaltam? Talán úgy érzed. Eljövök, igaz? Persze, hogy tudtam. Volt választásom? Én nem kedvelem a foglyokat. Kisétálhatsz azon az ajtón. Miért hoztál ide vissza? Azért,
Mert itt akadtál el. Ruhát viselsz. Hogy mondod? Én mindig fehér szakállal képzeltelek el. Szerintem az a Mikulás. Ugyan. Azután, amin keresztül mentél, kétlem, hogy megbirkóznál még egy apával. Gyere, tedd magad hasznossá. Jó urad, így né. Megfordítod, és nyújtod. Ennyi az egész. Tudom, hogy nagy szakadék van közöttünk meg. Talán nem hiszed el, de én nagyon kedvellek téged. Be akarom gyógyítani a sebeidet, amíg nehezen múlnak, jól tudom. Nincs válasz, ami enyhíti a fájdalmadat. Nincs módszer, ami rögtön beválik. Az élethez sok-sok idő és sok-sok kapcsolat kell. Kapcsolat? Igen. Te vagy a mindenható, igaz? De tudsz mindent. Ott vagy mindenhol, egyszerre. Határtalan erőd van. És mégis... hagytad meghalni a lányomat. Szüksége volt rád. De elhagytad. Soha nem hagytam el. Ha valóban az vagy, akinek mondod magad. Hol voltál, amikor szükség volt rád? Fiam, ha csak a fájdalmat látod, szem előtt évesztesz engem. Ne beszélj rébuszokban. Miért mondod, hogy segítesz nekem? Hiszen rajta nem segítettél. A te hibád, hogy elment. És ha nem változtatsz ezen, soha sem leszek szabad. Az igazság felszabadít, Mackenzie. Az igazságnak van neve. A fészerben van és fűrész borborítja. Az igazság? Mm-hmm. Ismerem a történetet. Őt is elhagytad. Úgy tűnik rossz szokásod, hogy hátat fordítasz azoknak, akik szeretnek. Nem az vagyok, akinek gondolsz. Ő maga mondta. Én Istenem, miért hagytál el engem? Nem, meg. Teljesen félreértette. Tévedsz, ha tényleg azt hiszel, hogy a cselekedete nem került mindkettőnknek sok. A szeretet mindig nyomod vagy. Együtt voltunk. Én sosem hagytam el őt, ahogy téged sem is, Missy sem.
jó volt veletek lenni. Az Úr áldjon benneteket meg. Figyétek az a szívetekben. Most úgy csendben, amit kaptatok ma. Jó? Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy most ne beszélgessünk, hanem úgy köszönjünk el egymást, hogy mosolyogjunk a másikra. Csak ha valaki nagyon fontos dolgot akar mondani, akkor. De hogy próbáljunk meg úgy hazamenni, hogy ezt az örömet vigyük a szívünkbe, hogy Isten mindig velünk van. Akkor is, amikor úgy érezzük, hogy nem. Jó? És várunk benneteket nagyon sok szeretettel májusi első pénteken is, illetve a konferenciára is, ahol szerintem Isten további gazdag dolgokat akar nekünk megmutatni. Lehet majd jelentkezni, stb. Stb. Jó? Szép hétvégét kívánok nektek, Isten áldjon. Köszönöm.